reggelt mindenkinek. Jöttek a rendőr bácsik, hogy ott nem jó helyen állunk. Ezt tudjuk is, mert ott áll mindenki, és ott van egy tábla. De most ez miért jobb, hogy mindenki ide áll a busz helyére? Hogy itt jobb lesz? Nem tudom. Na mindegy, megsétáltam a kutyákat, aztán majd nem tudom a tutit, de bezzeg az nem volt baj, mikor a cigányok itt pecehoztak ebbe az oldalba tavaly, vagy idén nyáron. Na mindegy, lehet lesz valami rendezvény, de a parkoló az totál tele van. Úgyhogy már valamire mottani kell, mert itt ugye végig ki van rakva, de hát majd általában oda, vagy amoda. Nagyon nem aggódok rajta. Na tessék, itt a helyünk. Jövünk ide. A kutyákat leadtuk itt a kocsmánál, és megyünk iszunk egy kávét. Na majd jövünk, kutyák! Ciao! Ennek a Mikulások. Hú, micsoda! Itt Mikulás minden. Rengeteg. Na most pedig nézzük meg ezt a tornyot, aminek is a neve Torre Salvana, már ami maradt belőle, egy ilyen elég romos épület. Úgy jól néz neki, sajnos eléggé szét van graffitizve, de reméljük azért a levegőből jobban mutat. Szóval ez a Castillo Torre Salvana nevezetű kastély, és annak a romja, valamikor az 1000-es évek környékén épülhetett. Egyébként a beceneve az, hogy az ördög kastélya, azért is nevezik ezt ennek, mert itt különböző paranormális jelenségeket lehet állítólag megtapasztalni bent. Tehát többen beszámoltak arról állítólag, hogy ilyen kövek repültek el, így mellettük, mint egy lövedék, illetve ilyen fekete füst beszállt az ablakon, és akkor így eltűnt a falba, meg másoknak ilyen szellemek jelentek meg, úgyhogy valamilyen ilyen paranormális jelenségek is zajlanak itt állítólag. Toronyba való feljárat az itt lehetett, de már ugye befalaszták, ott látszik, hogy most mászkáltak fel azért régen, aztán gondolom elég veszélyes. Itt ott még látszik a kastély hajdani festése,
De hát sajnos már a legújabb festés a grafitik tekintetében nyilvánul meg. Most, hogy így elolvastam a körítést a sztorihoz, ez egy kicsit így fosatósabb néha, főleg, hogy most nincs itt senki. Itt is elég ilyen, ilyen romos gerendák, minden. Ez itt elég veszélyes terep. Az ott az a tető. És most derült ki, hogy még valaki lakik is itt. Mindjárt megmutatom, hogy hol. Szóval, közvetlen a torony aljában. Hát egy Mikulás virág. Ezért be akartam nézni, hogy mi van ott. Láttam valami bútot, és valaki ott borotválkozik éppen. Vagy valami ilyesmi. Itt vagyunk a város központjában, vagyis majdnem központjában. Cuki hely ez az egész kis falu igazából. Barcelonához tartozik, de olyan cuki. Na, eladó ez a nagy téglaépület. És ha emlékezhettek a videóból, azon a téren, ott szemben, ott volt a nagy tűzrakás, amikor a nap éj, vagy mi az a nyári nap éj egyenlőségnél. Ugye ez a spanyoloknál hagyomány, vagy szokás. Majd Kitty belinkeli nektek a videót, hogy amit készült már egyszer, úgyhogy most csak ilyen felületesen végig szaladunk újra. És itt pedig a város alapítója, Güell bácsi. Szóval ez a Güell bácsi, ez Gaudinak nagy haverja volt. Egy szép szóval, és ugye együtt is tevékenykedtek. Itt van ez a Gaudi által épített, ez a kripta építmény, ahova nem mentünk be, mert belépős, majd kívülről esetleg megpróbálom megmutatni. Szóval lényeg, hogy róla van elnevezve a Güell Park is, ami ugye bent található Barcelonában. Kis érdekesség, hogy ez az épületet most itt újítják, és na lényeg, hogy na most megmutatnám, hogy milyen téglákat használnak válaszfalnak. Na hát hol van nálunk? Ilyen egy. Ez is tégla. És nagyon érdekes ez az építkezési stílus, ahol a törött téglát, illetve a sima téglát ötvözik. Valószínű egyébként, hogy ezt is Gaudi ihlette szerintem ezt a stílus, de egyébként erre a régióra, főleg itt Barcelonán láttunk csak ilyet szerintem ezen a részen. És látszik, hogy amúgy ez egy lakóház. Ugyanis megy benne a tévé. Még mindig mennek a nagy önérzeses, elszakadásos törekvések, illetve ez a politikai foglyok szabadabb bocsátására tett kísérletek. Hú, de szépen fejeztem ki magam. És itt ugye az a szokás, hogy nem a télapó meg a Jézuska, és télapó lehet, hogy van hozzá az ajándékot, hanem a három királyok. Na most itt a háromból kettőt láthatunk. Ja igen, és az egyik az tényleg fekete. Nem csalástam ámítás. De ez tényleg így van. Szerintük is. Vagy szerintük legalábbis, nem tudom. Amúgy hogy gondolják. Na itt van a harmadik király, a túloldalon lóg. Ott van mi. És ki a három király? Ilyen jól néz ki ez a kocsi ülés. Itt tisztom, Kaja Morzsa meg. Gáspár Mennyiak és Boldizsár. Itt is van ruhagyújtő konténer, és mostanában otthon sok ruhát dobáltam ki, és sokkal jobban ki van találva, ez a ne tudjál belebújni, meg könnyebben belerakod, otthon ugye belemásznak a emberek. Ez is ugyanúgy néz ki, nálunk már volt ott a környéken, hogy a tűzoltóknak kellett kiszabadítani belőle az embert. És nem mondom, hogy melyik népcsoporthoz tartozott az illető. Még a víztorony is téglából van, láthatjuk a táblán, hogy 1895-ben épült. Na ez a Gaudi kripta. Vagyis azt nem tudjuk, hogy most ez
az a neve, hogy kripta. Kripta, de kolónia Güell. De igazából nem tudjuk, hogy ez valószínűleg nem egy sírhely, hanem valami templomszerűség, vagy nem tudom, olyan kicsit úgy maradt, mint a Sagrada Familia, mintha úgy a teteje nem lenne meg. Azt mondjátok, hogy mi nagyok vagyunk, akkor ez még nagyobb. Na, szintez. Most itt vagyunk megint a parkolóba, este van. Úgyhogy most megint így beállnak a fejek ugyanúgy, meg már oda is. És akkor a rendőrök reggel megint jönnek, mindenkit elzavarnak, aztán minden folytatódik előről. Szerintem nekik ez már minden nap ilyen átlagos, hogy így kell csengetni a fejek. Most pedig jönnek a turista buszok, és most meg ott nem férnek el. Úgyhogy most meg a buszok helyéről kell átállni, nem tudom hova. Nem értem én ezeket a rendőröket. Úgy látszik, ez most nem baj, hogy itt állnak. Most a busz helye baj. Itt vagyunk még Barcelona mellett. Végül úgy döntöttünk, hogy csak nem megyünk be Barcelonába megnézni a karácsonyi fényeket. Ugyan láttuk a karácsonyi fényeket Barcelonában, de csak a YouTube-ról megnéztük, és semmi extra nincsen. Ilyen nagyobb látványosság nincsen, úgyhogy oda nem megyünk. És most 30-a van, és azon filózunk, hogy hova menjünk tovább. Most kinéztük Sitges-t. Ott elméletileg nagyon jó kis parkoló van, csak lehet, hogy nem lesz hely számunkra, hogy ilyen hosszúak vagyunk, de majd meglátjuk, de minden esetre van egy B-terv. És a következő kérdés akkor, hogy hol legyen a szilveszter. Igazából nem vagyunk annyira nagy partizós fejek, úgyhogy megelégednénk akár egy kis tengerparti szilveszteri helyjel is, ami a kutyáknak is jó, hogy nem kell őket otthagyni, meg azért van egy kis élet is, meg biztonságban is vagyunk, ha esetleg elmegyünk egy rövid sétára, vagyis az autó biztonságban van, úgyhogy majd meglátjuk. Hol is néztük ki most? La Pinedában van egy, ott 75 kommentet írtak, viszont 10 autót törtek fel pont most az éjszaka, úgyhogy nem szabad ott hagyni az autót, egyébként jó kis hely lenne. Még néztük Kunitot is, ott is voltunk már, Kunitban, viszont ott csináltak egy fizetős parkolót, és ami volt régen ingyenes a parton, azt megszüntették, úgyhogy fel van adva a lecke. Kutyák is nagyon törik magukat, hogy mi legyen, hogy legyen, szerintem ők készülnek a holnap estére. Úgy látszik, hogy nem csak üres fenyegetés volt, van, akit csak lebilincseltek. Még ott azt nem bilincselt, vagy azt is azt nem bilincselték le, annak csak örökötöttek egy valamit. És itt a cekli, 80 euró. De érdekes, hogy aki a busz helyén állt, ő nem kapott ceklit, csak egy szalagot. Egyébként, ahol mi álltunk, most a másik parkolóban, onnan is elküldtek a rendőrök embereket, de hozzánk nem szóltak, úgyhogy mi ott maradtunk, és nem volt semmi. Na, meg volt a szilveszterre való bevásárlás, és 57, 59, 58 eurót költöttünk körülbelül, de még ebben van csak egy része, 10 darab csoki, tehát 2,5 kiló csoki, mindig az 1 euró darabja, 3 pezsgő, mindenféle. Vettük a szilveszterre szükséges szőlőszemeket, amiben ugye csak 12 fog most kelleni. Igen, szóval az a lényeg, hogy Franciában is ugye karácsonyra olyan 50 körül vásároltunk be, és ugye 10 euró hosszabb, mert többet költöttünk most, de azért érezhető, hogy itt jóval több mindent kapunk a pénzünkért. Kittinek az új szatyrát kigyírta. Na, irány Sitges. Küldöm Attila, 1.9 TDI. Látod? Ez 2 és feles. Tudom. Ja.
De amúgy felmenne az is. Hát figyelj, most hármasba nyomok egy padlót. 30 szálljuk. Így, hogy megyünk felfele már, 40. Úgy emelkedik, úgy emelkedik. Túl józsan úgy se tudsz menni, mert akkor meg izé levered a sziklát. Meg tudod, a tányérok hátul összeborulnak. Te látod, milyen magasan vagyunk, Dick? Nem autópálya. Így, de nagy kanyar. Majdnem kettő, még hármasba elindul. Tessék, felszúrjuk 4-be 50-nel, hoppá! Ude megy a gép, 116 ló erőtsév. Úr, de szép, úristen!